Van még egy sikersorozat, egy krimi. Gondolom évekig szinkronizáltál benne a Miami helyszínen. Igen. Milyennek értékeled a karakteredet? Mert ha jól tudom, ő a laborban kezdte, és később lett csak helyszínelő. Igen. És rengeteg mindenem ment keresztül így az élete során. Igen, hát szeretem azt a karaktert is. Eleinte egy kicsit idegenkedtem tőle, én úgy éreztem így legalábbis az arca alapján, hogy idős hozzá a hangom, vagy mély, vagy túl karakteres. Tehát ez egy ilyen vékony dongájú barna srác, aki szerintem korban is egy kicsit fiatalabb nálam. Megpróbáltam persze egy kicsi vékonyítással ezt megoldani, hogy ne a reszelősebb, rekettesebb, mélyebb hangom jöjjön ki. De a stáb nagyon jó, a Kőszegi Ákossal mindig nagyon szeretek dolgozni, ugye ő a Horációnak a hangja, a főnyomozónak. Hát magának a Wolf, Mr. Wolf jellem fejlődése, az elején igen, ez minden áron megfelelni akarás és beilleszkedni akarás hatotta át. Aztán volt valami a szemével, amit megpróbált eltitkolni, hogy ne derüljön ki, hogy esetleg nem alkalmatlan a feladatára. Tulajdonképpen amennyire én kiveszem ennek a sorozatnak, sok esetben ez az egyik tovább görgetője, hogy a nyomozóknak az ilyen hétköznapi magánéleti problémái betüremkednek a munkájukhoz, és megnehezítik azt, és akkor nem csak a krimi szál van, hogy ki kell nyomozni, hogy ki a gyilkos, hanem az is, hogy most akkor mit kezd az Eric vagy a Mr. Wolf ezzel a problémájával a hétköznapi rutin munka során. Hozzáteszem, hogy szerintem egy epizódból sem tudom, hogy ki a gyilkos. Én magam nem néztem, és ugye sok esetben számunkra ez nem derül ki, hiába mi nyomozunk, de már a végszálakhoz nem biztos, hogy oda jutunk. Jó, ez most talán így túlzás, hogy egyről sem, nyilván el is felejtettem azóta, de nagyon sokszor volt az, hogy végül is magát a sztorit nem ismertük meg olyan alapossággal, hogy tudnám, hogy most itt most ki is volt, kitöltek, meg miért, és ki volt a gyilkos, ez nem áll mindig össze. De nem is feltétlenül kell. Volt egy nagyon jó szinkronrendező tanárom ilyen szempontból, a Lengyel László, aki egyszer egy főszerepet csináltam a Duna TV-ben, ahol mint később kiderült, én voltam a gyilkos, és azt hiszem az Aidan Quinnnek voltam a hangja, aki egy híres angol színész, remélem nem amerikai, és többször kérdeztem a forgatás alatt a Lacit, hogy Laci, áruld már el, most én vagyok a gyilkos, mert én szerintem igen. És nem mondta meg, és utána megmutatta azokat a mondatokat, amiket ő szerinte, ha avval a tudattal szinkronizálom, hogy tudom, hogy én vagyok a gyilkos, máshogy mondtam volna, és azt kell, hogy mondjam, igazat kell adnom neki. Tehát jobb volt abban a tudatban mondani, hogy akkor én még úgy minimum kétségeim voltak, azt illetően, hogy én ki is vagyok valójában ebben a filmben. Ez is egy iskola. A másik iskola, aki mindent beavat, és a színészre bízza, hogy ezt majd valahogy megoldja, és mindent elmond neki előre, és aztán együtt építik fel az alakítást. Néha, én hiszek abban, hogy néha ez a homályban hagyás, ez nem tesz rosszat a szinkronnak. Pedig gondolom az eredeti színésze tudja, hogy ő a gyilkos. Habár hallottam olyat is, hogy nem mindig árulják el. Nyilván olvasta a forgatókönyvet, igen. Tehát azt gondolom én is, hogy ismerve főleg a nyugati filmgyártást, elég részletesen ismerik a forgatókönyvet. Nem tudom. Nyilván, tehát igen, el tudom képzelni azt, hogy alapvetően egy jól helyzetbe hozott színész az független attól, hogy mit tud arról a háttérről, amiben éppen játszik, meg kell neki oldani, bármi is legyen a feladat. A szinkronnak azért van egy olyan, legalábbis Magyarországon, egy olyan időkorlátja, ami sokszor ezt a felkészülést eleve kizárja. Ugye manapság nem csinálunk ebből titkot, egy nap alatt készül el egy játékfilm, mozifilmek esetén esetleg több. Ha most nagyon bele akarunk menni minden főbb szereplővel a részletekbe, akkor ez az egy nap ez biztos, hogy sérül.
Hiszen ha én arra is szánok még 10 percet, hogy átvegyük azokat a részeket a főhőssel, mint hogy régen volt színészvetítés legyen, megbeszéljük a karaktert, és a többi, akkor ez egész egyszerűen nem fér bele. Na most szegény ember vízből főz alapon, sok rendező akkor már eleve úgy van vele, hogy ha már homály, akkor majd közben felvilágosítom a színészt, hogyha odaérünk azokhoz a jelenetekhez, ha ő nem tudja dekódolni a játékból, hogy mégis mit kellene, hiszen a történet ugye nem mindenki előtt ismert, aki mondjuk nem, nincs benne minden jelenetben, nincs benne minden verbális mond, vagy ha benne is van, hát egy filmben vannak nonverbális részek, amikor ugye a történet ugyanúgy tovább szövődik. Ezért is van a szinkronrendező, aki ezekbe beavat, vagy aki ezeket ismerteti számunkra. A lényeg az, hogy ebből lehet erényt kovácsolni, de mondom, ez csak bizonyos alakításokban és bizonyos karaktereknél működik szerintem, hogy jobb is, ha nem tudja, mert akkor annál kétértelműbben hangzanak el bizonyos mondatok, amik viszont az összkép szempontjából akár jól is jöhetnek. Én nekem egyszer-kétszer volt alkalma magyar utószinkronizálni, általában arról volt szó, hogy magyar film kapcsán egy adott szereplőt le kellett újra szinkronizálni, valamiért, mert nem tetszett vagy a hangja, vagy a teljes alakítás a rendezőnek, és akkor úgynevezett magyar utószinkron készült hozzá. Hát az pokol, tehát az nagyon nehéz. Ez persze más, amikor egy magyar szájmozgást kell szinkronizálni, hiszen ott nagyon-nagyon pontosnak kell lenni, és az nagyon-nagyon nehéz technikai kihívás. Bármilyen pici, minimális eltérés az a nézőben rögtön azt az érzetet kelti, hogy itt el van csúszva a kép a hangtól. Ugye egy külföldi film esetén nem nézzük ennyire pontosan, nem várjuk el ennyire a pontos szájmozgást, hogy amikor ő szünetet tart, akkor mindenképpen tartson a magyar is szünetet, de nem is csak ez, mert még a szüneteket meg is tartjuk, inkább az, hogy amit hallunk a fülünkkel, más látunk a szánkkal. Ez vagy más látunk a szemünkkel, hogy mit csinál a szájával az adott színész. És ugye egy külföldi film esetén ez nem annyira van szinkronban, de nem is elvárás. Egy magyar film esetén, amikor látjuk, hogy alapvetően magyarul mozog a szája, ha lehet ilyen csúnyán kifejezni magam, és magyarul is hallom, de mégis van valami eltérés, akkor az kimondottan zavaró tud lenni. Sok szinkronrendező azt sem szereti, hogyha az eredetit, az angolt, vagy a franciát, vagy a németet halljuk a fülünkben. Ugye vannak füles, ellenes szinkroniskolák, hiszen bizonyos emberi intonációk azok egyetemesek. Tehát az amerikai, a francia, a magyar bizonyos helyzetekben ugyanúgy intonál. És vagy pont nem. És azt mondják, hogy ne vigyen el a füledet az eltérő intonáció, vagy ne adjon mankót az ugyanolyan intonáció, és te ne az alapján csináld úgy, amit hallasz, hanem old meg a saját magad lényéből, meg lelkéből azt a karaktert. Miközben a technikai részét nagyon is segítik ezek a füles által felvett szinkronok, hiszen egész egyszerűen nagyobb szabadságot biztosít a képernyőnézés és a szövegnézés között, hogyha még támaszkodhatok a fülemre is. Ezért is lett ez a mindennapok gyakorlata, mert felgyorsította a munkát.